Négy olimpiai aranyérem, párbajtőrben a legeredményesebb élő magyar sportember, a vívó edző, nemrég még kapitány kulcsát győző, civilben építészmérnök, magyarként Itália a második hazája. A nemzet sportolóját most Prima Primissima díjra jelölték, egy viharos év, hát után közben majd mindjárt kiderül. Kulcsát győzőt köszöntjük a stúdióban. Jó reggelt kívánok. Milyen jelentőségű négy aranyérem mellett, meg számos másfél aranyérem mellett egy ilyen jelölés? A jelölés ez egyszerűen úgy jött, hogy ilyen nagyon közhelyen, mint derült égből a villámcsapás, se fordult a fejem, hogy valaki erre gondol. Hát nagyon hízelgő, és nagyon várom, hogy mi lesz a döntés, mert hát a konkurensek, akikkel hát megmérettetek szintén, nem kis nehéz fajsúlyú emberek, és szerintem a zsűri, aki ezt el fogja dönteni, az nehezebb helyzetben lesz, mint mi. Én várom ezt a döntést, persze szurkolok saját magamnak, azzal együtt, hogy a többieknek is sok sikert kívánok. Mármint Portis Lajosnak és Magyar Zoltánnak. Így van. Igen, kitűnő népsor. De elcserélte-e volna ezt a jelölést mondjuk egy nyugodt vívó közegre, egy nyugodt vívó szövetségre, vagy mondjuk Imre Gézának vagy Szászemesének egy londoni érmére? Hű, ez egy nagyon nehéz kérdés, ezzel még nem gondolkoztam, ez így, talán kicsikét övön aluli is, ugye, mert a kettőt nagyon nehéz összehasonlítani, ez egy egyéni dolog. Gonosz, igen. Az gonosz kérdés, de talán tiszta szívvel mondhatom azt, hogy bármelyik két gyereknek, de hát ugye Szászemese közelebb van hozzám, mert az én tanítványom, egy érméért azért ezt elcserélnem. Elcseréltem volna egy érméért, de hát ez az élet most ilyen. Az a fura, hogy ez körülbelül a 13. 12. olimpián, amit részt vettem, akár magyarként, akár olaszként, akár versenyzőként, akár szakvezetőként, még sose jöttem haza érem nélkül. Tehát ez nekem magamnak egy nagyon nehéz megemészteni ezt, hogy ilyen is előfordulhat. Hát, és igazából arra akartam én itt rákérdezni, hogy amikor az embernek így az őszre fordulva egy ilyen jelölés igazán jól esik, akkor előtte függetlenül az érem nélküliségtől azt gondolom, hogy ez egy nehéz év volt, vagy viharos év volt ez idáig. Nagyon nehéz év volt, ez egy nagyon viharos év volt, és nagyon, nagyon szomorú, hogy pont egy olimpia évébe fordultak rosszra a dolgok. Voltak olyan dolgok, amiről nem mi vívók, nem mi szakemberek tehetünk, ez egy sérülés adott, ami szerencsétlen esővel történt. Egyéb családi drámák is történtek vele, és hát az a vívó szövetségnek a mostani váltása biztos, hogy nem a legsikeresebb és a legjobb tempóba sikerült, nyugodtan meg lehetett volna várni meg az olimpiai ciklusnak a végét, és utána valóban sok dolgot rendbe kellett volna rakni, benne lehetne rakni. Hát én nem látom azt, hogy ezek a dolgok így most jó irányba mennének. Van egy olyan közmondás, hogy ne fuss olyan szekér után, amelyik nem akar fölvenni. Ez vagyok én. Ez a szekér engem gyakorlatilag ledobott. Hát én most kívülről drukkolok. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekik drukkolok. Hát nem a kocsisnak, hanem a szekérnek. Nem? Úgy van, ez a fontos megfogalmazás. Szívből drukkolok a szekérnek, mert én ebbe a szekérbe születtem, ebben nőttem föl, talán itt is öregedtem meg. És ez a szekér azért mindig ment előre, és mindig sok-sok jó és szép eredményt, élményt adott nekem. Tehát nem tehetem meg azt, hogy ne drukkoljak neki. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Győző, az, hogy ez nyilván fáj az embernek, de ha azon gondolkodik, hogy ilyen múlttal és ilyen eredményekkel, meg aktivitással az embert lehajítja a szekér, miért? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni, ez biztos, hogy van valami magasabb szempont, ami ezt létrehozta. A dologban az az egészen furcsa, ugye, hogy naponta lehet hallani, hogy haza kéne hozni külföldről a szakembereket, hogy rengeteg magyar vívóedző dolgozik külföldön, hogy azt a tudást, amit ezek az emberek magukba fölhalmoztak, összegyűjtöttek a magyar versenyzők, gyerekek hasznára, felkészítésre kéne fölhasználni. Hát ez éppen most ellenkező előjellel látszik megvalósulni, mert most... A kiáramlás még erősödni fog. Hát és az én esetemben most nincs nagyon választásom. Ugye van olyan része a világnak, ahol szeretnek, elfogadnak, visszavárnak, alig várják, hogy menjek, és van egy része, amelyik azt mondja, hogy köszönöm szépen, de hát nem biztos, hogy szükség van a munkámra. Hát innentől kezdve mit lehet erre mondani? Ott tartunk, hogy lehet, hogy azok a szakemberek, akik nincsenek rajta ezen a szekéren, mert hogy nem vették fel őket, vagy levetette magáról a szekér, azokból egy egész jó kis
parádés hintót össze lehet rakni? Nem szabad ezt ennyire ki, igen, egész biztos, de nem ez a szekér, meg ez ugye rengeteg nagyon kvalifikált, szép eredményt elért a versenyző, vezető szakember se fér be a mostani koncepcióba. Hát az én nevemben, az én szememben a legnevetséges, hogy egy Kamuti Jenő nem tud beférni a Magyar Vívószövetség elnökségébe, akkor ez már önmagáról mond egy ítéletet. Visszatérve a kérdésre, nem csak ez a dolognak a lényege. Szóval van egy bizonyos fokú ilyen személyi, meg érzelmi kötődés, de az is kétségtelen tény, hogy jelenleg az átlagos vívómesteri fizetésből nem én, hanem egy most kezdő, vagy éppen a szakmáját most már vastagon űző kollega, akinek nincs válogatott tanítványa, az nem tud megélni. Tehát az egyesületek annyira le vannak gatyásodva, annyira el vannak szegényedve, hogy hiába jönnek be a gyerekek, mert bejönnek is, hála Istennek az áron, nagyszerű, csodálatos eredmény után. Jönni is fognak a terembe, egyszerűen lehet beférni, annyi gyerek van, kardozók, pár vagy, tehát gyerek lenne. Csak hát ehhez kéne olyan szakember, aki van, aki ezt hivatásának érzi, és azért csinálja, mert ezt szereti, és mellesleg meg is tud élni belőle. Mit gondol, hogy erre mennyi ideje van a sportágnak, a sportág irányításának, hogy a mindenfajta gond és korábbi probléma, vita, konfliktusok ellenére áron aranyérmét kihasználva, és nem mögé bújva, mert ez egy nagyon fontos különbség, igen, valamit át tudjon emelni, és meg tudja fordítani a trendet. Mennyi idő van erre? Mert most egyébként ott erre semmi idő nincs, ezt most azonnal kell csinálni, ez intelligencia, tudás, hozzáértés kérdése. Az anyagi feltételek, azok sajnos nem a vívószövetség kezében vannak, bárki annak a vezetője, az egy általános sportpolitikai koncepciónak kéne valamiféle szemléletváltását elérni. Ehhez a vívószövetség kevés, ehhez talán a Magyar Olimpiai Bizottság lehetne az első lépcsőfok, de hát az is még mindig nagyon messze van. Tudva azt, hogy hát az országnak egyéb millió olyan nehéz gondja és gazdasági problémája van, hogy nem ez az első rangú, de hát ez is egy nagyon... Amennyiben azt mondjuk, hogy a sport egy stratégiai ágazat, már pedig ezt hallottuk, akkor bizony itt is el kéne kicsit kezdeni segíteni. Ha már más nem ez a nem tudom pontosan, de ez az adó beáramlása a sportban, ami a látvány sportokhoz megy, lehet, hogy ebből, ha egy részét legalább bizonyos sportágaknak, kiemelt sportágaknak, vagy akik eredményt tudnak, vagy várható hoznak, bele lehetne forgatni, és lenne hozzá egy koncepció, mert enélkül ez nem megy, tehát valahol is itt van a szövetségnek a rettenetes nagy feladata, le kéne tenni egy koncepciót, és a koncepció mellett kérem, hogy meg tudjuk csinálni, ennek ez lesz az outputja, de kell hozzá sajnos ennyi kis pénzecske, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Nem tudom, hogy van-e ilyen koncepció, jelen tudásom szerint én még nem láttam ilyet. De ne kérdezi-e ma Magyarországon valaki, és most már nem a szövetségről beszélek, hanem akár mondjuk az a Magyar Olimpiai Bizottság, amelybe éppen a saját szövetség akadályozta volna meg kulcsárgyőző bejutását. Szóval megkérdezi-e valaki ma MOB sportpolitika kulcsárgyőzőt arról, hogy hát szerinte hogyan kéne ezt csinálni? Nem, senki nem kérdez meg. Ha megkérdeznek, a legjobb tudásom szerint megpróbálnék válaszolni, de nem vagyok és egy csalhatatlan, én is tévedek. De azért felgyűlt már bennem annyi tapasztalat, meg a világ másik sarkáról láttam már, hogy csinálják ezt máshol. Ahol szintén ugyanezek a gondok vannak, hogy se dúskálnak könnyehég a földi javakba, de valahogy mégis meg tudják oda, nem kérdeznek meg. Hát ez úgy néz ki, ha megkérdeznek arról se kérdeznek, hogy hogy kell egy kvartűt és egyenes szúrást csinálni. Tehát akkor most miért pont erről kérdezzenek meg itt? A másik oldalán a világnak, Olaszországban tárt karokkal várnak, naponta írnak, hogy menjek már, de hát én azért most már szívesen maradnék itt. Szívesen maradna, de könnyen lehet, hogy ebből mégiscsak a menés lesz? Nem tudom, ez egy ilyen nagy vajudás állapota ez. Ugye egyrészt nagyon sok motivum van. Most félretéve ezeket a vitákat, viszályokat a szövetségem, mert ez tényleg nem ezen múlik. De hát vannak versenyzőim, akik kötődnek hozzám, akik letették mellém a voksot. Hát őket nem hagyhatom egyik napról a másikra, csak úgy, hogy szevasztok, elegem volt belőletek, és keresetek magatoknak valaki mást. Tehát egyrészt ezt sem kínálhatom meg.
Ugyanakkor azt is tudom másokra, hogy egy életem van, egy hátralévő időmben még azért én szeretnék valamit csinálni, ha nem kapom meg hozzá a lehetőséget, hogy csináljam. Ugyanakkor Olaszországban élnek az unokáim, akik már lassan felcseperednek. Most nyáron itt nyaraltunk 3 hónapig lent Balatonon, így nyaraltak. Én csak úgy szerveztem nekik egy kicsike kis vívó távort, és meg vannak őrülve, meg vannak bolondulva, már ott is mindenki vív, hogy jöjjön már a maestro, jöjjön, mert itt nincs rend, meg fegyelem. Ugyanakkor az olasz válogatottnál is kezdenek piszkálni, hogy azért nem ártana, egy kicsikét besegíteni. Tehát nagyon nagy a kontraszt. Uh-huh. Ez a nehéz megemészteni, hogy hazajöttem, hazahoztak, hazahozattak az akkori olimpiai bizottság. Elismertek, mindent megkaptam, minden támogatást megkaptam. A dolog egyik oldalán, a másik oldalán meg az érzésem, hogy eredményeket meg le is tették. Hát éveken keresztül a párbajtőr válogatott minden világversenyről, éremmel, érmekkel, aranyéremmel, olimpiai bajnok, világbajnok jött haza. Tehát egy nagyon egészséges egyensúly volt, hogy elismerés, meg eredmény. Most nem tudom, hogy hogy van kint, pedig hát nem ennyire szögletesen mérik, hanem azt érzik, hogy mit tud és mit dolgozik. Abból majd lesz eredmény. Én sok sikert a díjhoz, és azért azt kívánom, hogy kalandvágyból mégiscsak maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nincs még semmi eldöntve. Köszönöm szépen.